Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Nagyon jó bhajan volt, lelkesítő volt. Be van kapcsolva? Igen, köszönöm. Amit ma készültem beszélni, egy pár helyről, ami Bauma Vrindávanban van, a Radakund partján, Radakund Siamakund körül. Megnéztem Navavraja Mahimát, vannak olyan helyek, amik vannak ott kijelölve, vannak olyan helyek, mint nincsen kijelölve. De nagyon érdekes helyek. De mielőtt ezt beszéljünk, akkor megnéztem, hogy nagyon sok szamáti van, nagyon sok bhajankutir van, Radakund, Siamakund körül. Ez azt jelenti, hogy ami acsárják, úrcsitánya, baktái, mindenki nagyon ragaszkodott a Radakundhoz, és ott végezte a saját meditációt, bhajanját, és ugyanakkor néhányan közöttük végezték egy nagyon rendkívüli fontos szolgálatot Rádé Siamnak és az orcsétánya számára. Ezeket majd mindjárt megnézünk. És fogunk látni, akkor próbáljunk meg együtt az ők hangulatára kicsit hangolódni. Ugye ma reggel is beszéltünk az érzelmekről, hogy Krishna tudott mozgalom végső sorban a Sadhana Bhakti-nak a célja felébreszteni egészséges lelki érzelmeket, de nem szabad ezeket megjátszani. És akkor van egy ilyen félelem, hogy bakták így félnek, mert rögtön mondanak Sahajiya, és akkor így akkor csak egy ilyen száraz rituáli kezd lenni, mert hogyha elkezdek érzelmek, akkor elmeszint. Igen, amikor még nincsen ott a tisztaság és szeretet, akkor ez veszélyes, de kell tudnunk, hogy ez a cél, és tanuljuk meg az acsárjáktól, a Srila Siva Rama Swamitól, például lehet, hogy rajta nem látszik sokszor érzelmek. Nagyon nehéz, aki meg tudja látni. De a viselkedésből lehet látni, hogy ott van valami belől, másképp nem tudna így viselkedni, nem tudna jönni rá, és elmond díszíteni, nem tudna megírni ilyen könyveket, amit megírta. Szóval van mindig jellemzők, nem muszáj mindig járni ilyen folyó könnyekkel itt a templom Krishna völgybe, mint a nem tudom kik bakták. Hanem az lehet, hogy belül van, de ez a cél. Másképp miért vagyunk itt? Másképp, mert lélek, szacsit ananda, szóval érzelmek, ananda boldogság, hogyha nem lesz lelki érzelem, vagy törekvés legalább, akkor anyagi érzelmek elsodornak. Mert lélek nem tud nem érzelmekkel dolgozni. És egyik a fő hangulat, amit így fogunk látni, ami alap, amire építkezik minden, ez a Trinada Pisunichina. Minden bakta, aki ott volt a Radakundnál, rendkívül alázatos volt. Úrcsitánya pont mondta, hogy csak akkor tudsz jól hallani, csak utána fog jönni aszakti, íz, az érzelmek, amikor van nista szint, amikor főleg sokan artatól megszabadultál. És ez pont, amit lehet tanulnunk. Ha nézni, hogy látni, hogy mit jelent Krishna tudat, amikor valaki fejlett, és ugyanakkor
látni az a rendkívüli alázatosságot. És az a Saranagati. A Saranagati, ami Bhaktivinoda úr írt nagyon szép dalamokat, hogy átadni magát Rádisának. Ugye van ez a szó, ami már mindenki félettől a szótól, hogy meghódolni, hódolj meg. Nekünk már valakinek már depresszió van ettől, amikor hallja. De mit jelent meghódolni? Ez csak annyit jelent, hogy függni Krisnán. Ez a meghódolni. Nem kell széttörni magát, fejjel nekifutni a falnak, és akkor meghódoltam, hanem csak egyszerűen megtanulni, függni Krisnán. Ami nagyon nehéz, de ez azt jelenti. És mielőtt mesélek, szeretnék egy kicsit megemlékeztetni a régi, nem tudom, régen voltak mesélve, milyen Radha Kund Prakat volt itt régen? Meséltétek? Ennek kicsit meséltek? 97, én akkor jöttem, amikor bakták egyből komander, templomi komander voltam, és akkor volt hattyú, volt, amikor nem is nulla fokok voltak, kint hó is esett, olyan is volt Radha Kund Prakat, tele volt itt vízzel a Radha Kund, és volt, amikor nem is működött a sziget, olyan is volt, de volt hattyú, Vismambar Prabhu csinálta ilyen hattyút, ami magától vízre nem maradt, mindig fogni kellett, mert felfordul. És nagyon bonyolult rendszer volt, hogy hogy kell beállítani, mert ilyen hinta is volt, emlékszel? Hinta is volt, meg oda a hattyúba is. És annyira nehéz volt az egész Rádésám rögzítés, hogy még emlékszem, amikor hintáztatunk Rádésámot, és Sivaráma Marács jött együtt velem, fél órát ott próbáltunk rögzíteni Rádésámot, és akkor olyan mérges volt Srila Sivaráma Marács, azt mondta nekem, hogy ha nem csinálsz meg rendes hintut, leavatlak. Ezért, ami most látjátok a hintú, ami van, ez Sivaráma Marács, amit egyéből csináltattam. Ami a rögzítés, az profi. Az, hogy aki ott lát, az csak nagyon gyorsan lehet rögzíteni. Ez volt a fő meditáció, hogy legyen biztonságos, de nagyon egyszerű. És utána itt a hattyúban, amikor behelyeztettünk, akkor ez is ketten hoznak a murtikat, kettő pudzsára vízbe áll, nulla fokosba, és fogadja a murtikat, akkor fogják a hattyút, akkor be volt helyezve, és amikor bakták itt, nem volt fűtés, nyitva voltak összes ablakok, Lala Mataji mindig kint volt valahol, és akkor mentünk egy órán keresztül hideg vízbe, bakták itt Radha Kundam, mi mentünk körbe, de nem volt probléma. Néha egy kicsit így a fogak itt éreztem, hogy kopik a fog, de szerintem most már ezt nem bírjunk, de 20 éves korunkban ezt nagyon lelkesen csináltuk, extázisban volt mindenki. Amikor nehéz volt, mikor megálltunk, mert amikor álltunk, akkor így a hideg víztől csontok így össze-vissza mentek. Akkor sétáltunk, akkor kicsit könnyebb volt. Aztán utána volt, mikor sziget, utána hintáztatunk, utána odaraktunk, volt, mikor a hattyún volt ajánlás, valahogy kiraktuk itt a szélén, és akkor igen, hoztunk rád is jámot a hattyúval együtt a széléhez, és akkor úgy volt ajánlva. Aztán utána volt a sziget. Utána hintáztatunk és raktunk szigetre, vagy a csónakáztatunk. Most már nincsen csónakozás, nem baj, mert azért veszélyes, mert lehet komoly betegségeket szerezni. Attól a Krisna Prabhu egyszer veled is csináltok, nem? Te is voltál vízbe. Jó, nagyon-nagyon jó hangulat volt. Most is akkor próbáljunk beszélni egy jó hangulatról. És elsősorban Vishvana Chakravarti Thakurt szeretnék, ő imádta, hogyan ő Radha Kundhoz. Most egy picit fogok el, hogy hogyan értékelnek a bakták a Radha Kundot az acsárják. És akkor lehet meditálni, hogy lehetne
nekünk is értékelni. És akkor Visvanát Csakravártit akkor mondja, hogy Rádakunt és a Sjámakunt, ő a Govardán hegynek a két szeme, ami fel vannak töltve a szeretettel. Ezek kettő hatalmas nagy szépség óceánja. Kettő pompás, gyönyörű óceán. Ez a kettő tó, a kettő gyökér az édes odaadó szolgálatnak. Nem, elnézést, hogy orosz a magyar, kicsit. Ez a kettő csodálatos gyöngy nyaklánc, a szeretetnek a gyöngy nyaklánca. És ez a kettő csodálatos tó, kettő mag, amelyekből kinőtt a fa, a drága, nagyon drága fa a transzcendentális keftelésekről, vagy transzcendentális keftelésének a fája. A bölcsek azt mondják, azok, akik szerencsések, akik meglátta azt a kettő csodálatos tót, Radhakundát és a Sjámakundát, biztos meg közelebb jöttek a Radha Krishnához. És Radha Krishna, ők maguk, az ők szeretetjük, megolvadt, ők lettek a szeretet, folyékony szeretetté, és ők válták Sjámakundának és Radhakundának a víze. Aztán a Radhakundának a falujában van egyik templom, Radhakokulananda, aminek az eredeti templom a Vrindavan városában van, de ez a Radhakokulananda templom azért fontos, mert Lokanath Das Goswami ő alapította. És Lokanath Goswami ő első volt, akit Úr Csaitanya megkérte, hogy menjen és fedezzen fel a Vrindavant. Ez egy nagyon fontos szerepe. És mikor ő megérkezett Vrindavanba, akkor körülnézte és gondolta, hát hol találom itt kefteléseket? Hol találom itt a Krisnának a helyeket, keftelés helyeket? És akkor gondolkodott, hát az lenne a jó, hogyha maga Krisna eljönne hozzám, és akkor körbevezessen, és akkor megmondja, itt ez, itt loptam vajat, itt elbújtam, itt ezt csináltam, ott csónakáztunk. Így gondolkozott, és utána elaludt. Pont akkor a Vrinda Devinek a tó partján volt, Vrindakunda. És utána, amikor felébredt, akkor jött hozzá, látja, hogy kijött az erdőből egy vadász, ilyen nagyon ilyen vadember, vadász, és mondja neki, hogy hát, nézd, itt van nekem egy murti, Radhavinat, ez a neve, és akkor ezt neked odaadom, én öreg vagyok, nem tudom már mit csináljak vele, imádni, és akkor elment. Elment, akkor Lokanath Goswami olyan boldog lett rögtön, hogy hát én most pont gondoltam, hogy milyen jól lenne egy előm Krishna, és már itt is van. De ki ez a, meg kell köszönni, ki ez a vadász? Körülbenézett, és már nem volt sehol a vadász. És nagyon megbántott, hogy meg volt bánkodva, nem tudta megköszönni a kedves vadásznak, és fájó szívvel elaludt. És álmában Radhavinat eljött hozzá, és mondta neki, ne aggódjál, hogy hol van ez a vadász, nem köszönte meg. Nem tudod, hogy ki az, aki elhozott engem hozzád? Hát én hoztam el magamat hozzád, és akkor most te akartál, hogy körbe menjünk, akkor megmutatom. És utána azt mondják, hogy jó nagy murti volt, de mindig magával vitte a Lokanath Goswami, köszönöm, és a Radhavinod mindig mesélte, hogy ezt csináltam, amit azt csináltam. Aztán úgy mondják a csárják, hogy valójában nem is Lokanath Goswami vitte Radhavinodot, hanem Radhavinod vitte Lokanath Goswamit. Mert ő nehéz volt. És ott a Radhakundnál, a Radhakokulananda templomnál ott van neki a Puspa Samádia. Sok mindent felírtam, de nem sietek, jó? Nem akarok össze
így rágni. Ameddig haladunk, addig haladunk. Itt nem ez a lényeg, hogy minden elmondjunk, hanem hogy meditáljunk egy kicsit. Tisztuljunk együtt. Akkor Radhakundnál, ott mögött van egy csodálatos templom, Kundeshwar Mahadev, Kunda Ishvara, ugye az Úr Sivának a temploma, aki megvédi a nem tiszta lelkektől a Radhakundot, hogy ne tudjanak megközelíteni és belépni a lelki dámba. Ugye a Gopeshwar Mahadev, Úr Siva sok helyen van, Vrindavan környékén, és megvédi, ők egyenélkül nem lehet belépni. És ő imádkozik ott, ezen a Radhakund parton a következő. Ó, kedves Istennő, akit imádják a bölcseknek a királyai. Ó, Istennő, aki eltávolítja a három világnak a szenvedését. Ó, Istennő, akinek az arca olyan csodálatos, mint a lótuszvirág. Ó, Istennő, aki élvezi az erdei kefteléseket. Ó, Vrisabánu lánya. Ó, a kedvese, a Vrajja királynak, a fiának a kedvese. Mikor vesztesz rám a te kegyes pillantásodat? Szóval így Úr Siva imádkozik. Ő is nagyon értékeli Radhakundot. És nagyon csodálatos bhakta Vrindavanban, aki is írt a mahimát, ő írt a Vrindavan mahimamritát, Prabodhananda Sarasvati, aki Tunga Vidya Saki, ugye nagyon közeli kapcsolatban van Radhakundral, ő is írja a Radhakundról. Hát, nem, amit írja a Prabodhananda Sarasvati, akkor hogy tényleg meg lehet nagyon komoly, hogy lehet értékelni Vrindavant. Én most itt a Radhakund. Következőt mond. Van olyan hely, ami magasabb, sokkal nagyobb szintű, mint a szantál fának az aromája, ami, hogy milliószor és milliószor sokszorosítva. Van olyan hely, ami a muszkusznak milliószor és milliószor jobb az illata. A kámfornak millió és milliószor illatosabb. És a kunkuma és az agurú fának, agurú illatának milliók és milliókszor illatosabb. És mondja, hol van ez a hely. A Radhakund partja mellett egy csodálatosan kidíszített drága kövekkel, pavilionnál, a gopik körébe és a Krisnának az éneklésében, igen, a Vrisabánu királynak a lánya ott van, és hogy jelenjenek meg előttem. Jelenjen meg előttem. Így értékeli a Radhakundot a Prabodhananda Sarasvati. Amikor Radha és Krishna játszanak, valamikor gópi körbevesznek Krishnát, és gyönyörű szép lotusz kezével, megállás nélkül arcába, szembe fröcskölnek Krisnának, és úgy, hogy nem lát, nem kap levegőt. És Krisna nem bírja, próbálja lehajtani az arcát, és be is takarja, és kiskor mondja, jó, feladtam, elismerem, hogy vesztettem. A fiúknak ő nem szokott elismerni, hogy vesztett. De amikor gopik, ott nincs esélye, mert a szeretet sokkal erősebb. Ott Krishna veszt. És majd meglátjunk a Radhakund megjelenését. Hát nem biztos, hogyha lesz idő, végére akartam, mert akartam megkérni Prema Prabhut, az lejátszunk. Mert az már annyira jó. Meg hogyha lesz idő, akkor ugye, jó, megpróbáljuk. Akkor nem lesz. Köszönjük a támogatást.
Arista szúrai ezeket. És a Radakunnál majd egy kicsit később oda fogunk térni a Samadhihoz és a Bhajankutirhoz, a Raghunadas Goswamihoz. De Raghunadas Goswami, ő mindig végezte a parikrámot, Dandavat parikrámot a Radakunt körül. Majd kicsit később mesélek, hogy milyen volt neki a parikrámja, de ő nagyon szigorúan tartotta a vratákat, a fogadalmakat. És az acsárják azt mondják, hogy a Raghunadas Goswaminak olyan szilárd szadanája, vagy ez a határozottsága volt betartani a saját kötelességeit, mint a sziklába így kivésett barazd. Az olyan kemény volt. Raghunadas Goswami szilárd volt. Majd oda térünk egy kicsit később. És van legrégebbi templom a Bauma Vrindávánnál, a Radakund mellett, ami Radakrishna temploma, és ez az 5000 éves templom, ami még Vajranath Maharaj állította, ott a murtikot, Radakrishnát. Templom belül van kettő fa, a Nim és a Banyan fa, és akkor össze vannak így fonva, hogy megnőttek. És magyaráznak, hogy Ráda és Krishna ölelnek egymást abban a templomban, és ezt a templomot és a murtikot, Ráda Krishnát szintén megtalálta Raghunadas Goswami, mert az ő fő szolgálata volt ez a Radakund felfedezése. Ezért ő 49 évig élt Radakund partján. De még oda térünk egy kicsit később. Ugyanakkor Radakundnál természetesen hogy ne lenne a milyen mandir? Mindjárt mondom. Aha, Julantál. Julantál a hintázó helye. Az a Lalita és a Visáka ők szervezték, hogy Ráda és Krishna ott hintáztassa, hisztáztatva legyen. És akkor úgy magyaráznak az acsárják, hogy körülöttek leülnek, mint a lótusz a szirmokra 8 szaki, utána körülötte 16, és akkor még, és utána végtelenségig, az összes gopi, végtelen gopi ott ül, és részt veszi abban, hogy hindázik Ráda és Sáma Szundara. Ez a Julantál. Akkor a Radakund sarkánál van egy Gaudiya templom, Gaudiya Mátnak a temploma, Radakunj Bihari, ami szintén fontos, mert Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ezt a templomot alapította a Gaudiya Mátnak. És ott van neki a Puspa Samádhija. És ugyanakkor megint a faluban, Radakundnál ott a faluban, ott van Malyahari Kund, ez is a Sivaráma Maharajnak könyvében meg van jelentetve, ahol Krishna gyűjtötte gyönyörű szép gyöngyöket, és csinálta Srimati Radharaninak nagyon szép ékszereket. Legkiválóbb gyöngyökből kiválogatta, nem úgy, hogy na ez is jó lesz, nem, ő kiválogatta a legcsodálatosabb, legtökéletesebb, ugye ez a ékszerkészítés, ez Krishnának az érzelmek voltak. És utána, amikor összekészítette, akkor Madhumanga, Subal, és Nandamukhi, őket megkérte, hogy vigyenek a Kunjába, Srimati Radharanihoz, aki pont a Radakund partján volt. És mikor Srimati Radharani látta azt a csodálatos ékszert, nagyon boldog volt, és a Madhumangát megjutalmazták sok édességgel. És gopikkal készítették szép, csodálatos, illatos virágokból füzereket Krishnának, és küldtek vissza. És magyaráznak, amikor Krishna meglátta, hogy ő milyen ajándékot kapott, ezeket a füzéreket, akkor az ő boldogsága az teljesen határtalan lett, kiömlött a partjából, a szívéből. És ezt Raghunadas Goswami meséli Krishna
szavaival, hogy Krishna, mint én, és akkor úgy mondja, hogy és Krishna mondja, hogy, és akkor én teljesen a boldogság ez teljesen eluralkodott rajtam. De utána elmentünk Govardhanra legelőre a barátaimmal, mondja Krishna. És van még egy Shiva templom, Shiva kor hely, és a templom a Rameshwar Shiva. És ez egy nagyon híres hely, a Padma Puránából olvasható, hogy ezen a helyen ott volt az a kis sakál nőstény. Ez a Radhakund partján volt. Tudtátok? Én nem tudtam. Itt van. Meg lehet majd nézni ott a lukba. Róka lukból volt, ugye? Én úgy... De, igen, de őt elkapták a gyerekek, elkezdtek dobálni, és ő bement a... Én úgy olvasom, hogy róka lukba, de ez mindegy, melyik lukba, de elbújt. És akkor elkezdtek tüzzel gyűjteni tüzet. És nagyon-nagyon kiabált, nagyon szenvedett a kis sakál nőstény. Srimati Radharani hallotta, és a szíve nagyon puha. És nagyon megsajnálta, és küldte oda Lalita Visákát. Akkor ők elmentek, gyerekeket elzavarták, és oda vitték Srimati Radharaninek a sakál nőstényt, és ő megkapta kegyét, Srimati Radharaninek a kegyét. Aztán van egy Gopal templom, az Iskon temploma, ez a Radhakundnak az éjszak. Nálunk, hogy hogy van itt az éjszak, hogy számít? Ugye, de szerintem a Navaraja már kicsit más, nem? Ugyanúgy. Aha, akkor északi parton, és Iskon templom, de ez is érdekes, mert a Manipurnak a királya, én állította fel ezt a templomot, mert Gopal éjszaka álmában megjelent, és mondta, hogy szeretnék, én itt vagyok, és szeretnék, hogy keresd meg engem, és csinálj meg nekem templomot, és imádjál. És utána az a király Iskonnak elajándékozta az egész templomot. Nagyon nagy bakta volt, ott van a szamádia is, a templom mögött. És a Radhakundnál ott van Valkeshwar Panditnak a szamádia ma, szerintem. Vagy a, most nem tudom, Valkeshwar Panditnak, vagy szamádia, vagy Bhajan Kutirja, ezt most nem írtam fel magamnak, aki Aniruddhának a inkarnációja, és emlékezünk, hogy Valkeshwar Pandit, ő 72 órás kirtánokat szokott tartani, holnaptól kezdjünk, maratonik. Ez is nagyon csodálatos személy, hogy milyen érzelmek voltak neki szent név felé, hogy nem tudta megállni. És énekelt, és énekelt, és énekelt 72 órán keresztül. Természetesen van Radha Shyama Sundar templom, ahol van Puspa Samadhi a Shyamananda Prabhunak, Radha Damatar templom is ott van. És van Radha Madhava templom. És a Radha Madhava templom az is különleges, mert ott a kismurtik vannak, de nem úgy öltözve vannak, mint a szokásos. Mert manipuri bakták, az is Iskon, manipuri Iskon bakták, ők imádnak, és ilyen nagyon-nagyon színes. Rendkívül kismurtik, de nagyon csodálatosan, színesen, szépen őket öltöznek. Jó, Radha Madhava, Radha Gopinát. Ott van a Radha Gopinát, amelyik szintén fontos, mert Janavi Devi, a Nityananda Prabhunak a, úgy mondjuk, felesége, más társa, felesége, igen, ő, amikor meglátogatta a Vrindávant, ő is eljött Radhakundhoz, és 4 napig ott volt. És mikor ott volt, akkor a Radha Gopinát jött hozzá, és mondta, hogy szeretnék itt, az álmában neki megjelentek, és akkor megkérték, hogy imádjatok itt engem, és akkor ő alapította egy templomot,
És most úgy van a templomban, hogy ott van Ráda Gópinát, és a Gyánavi Mátának és a Murtere is ott van, ugyanabban a templomban. Végül megérkeztünk a Samadhihoz, Raghunath Das Goswaminak, és Bhakti Ratnakárban ott van leírva pont, hogy hogyan csinálta Raghunath Das Goswami a Dandavat Parikrámot. Lala Krishna Mataji szokott régen. Most már nem bírja? Nem. Még szokott? Mert szokott csinálni. Szóval lehet csatlakozni. És Raghunath Das Goswami minden nap, hát ő volt neki fogadalma, 1000 dandavatot kell csinálni. És Dandavat Parikrámba ment, Radakund körül. Volt olyan, amikor már idős volt, sétáltak a bakták, és látták, hogy valaki fekszik. Oda jöttek, látják, hogy a Raghunath Das Goswami Dandavatba fekszik, és ő nem tud felállni, már olyan öreg volt. És akkor felállították, visszavitték a Bhajankutirhoz, és akkor kérdezték, hogy esetleg lehet, hogy neked nem kell már ezt csinálni? Jó, persze nem, nekem már ez nem kell csinálni, nem, öreg vagyok. Másnap megint ott mennek a bakták, megint ott fekszik, nem tud felállni. Szóval nem érdekelt a test. Őt érdekelt rá, és jel. Nagyon szép, nagyon alázatos volt. Ez volt az ő Dandavat Parikrám. És utána van egy Ráda Govinda templom. És a Ráda Govinda templomnál ott pont van az a hely, amikor a Raghunath Das Goswami építették, hogy kiásták a Radakundot, akkor ő látta, hogy bakták ott fürödnek, itt szappannal, hát majd valamivel, vagy mosnak a ruhát, mindenre használnak a vizet a Radakundból, és ő nem akarta, és ezért kérte, hogy ásunk ki kutat. És elkezdtek ásni kutat, ástak, és egyszer csak egy sziklába, amikor így belevágták egy szerszámmal, akkor bőségesen vérezni kezd. Megijedtek, elszaladták Raghunath Das Goswamihoz, és mondták, hogy ott valami érdekes dolog történt, és akkor ő elment. Kiderült utána, hogy ez a Govardhannak a nyelve volt. Bele. És mondta Govardhan, hogy hát ez az én nyelvem, nyugaton szed ki, csinálj a templomot, és akkor ott lehet imádni engem. Gondolom, sok édességgel imádnak. Ez volt Ráda Govinda templom. Aztán van három szamádi, egy kicsi helységben, egy három szamádi egymás mellett. Ez a Raghunath Bhatta Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami és Raghunath Das Goswami. És látjátok, most előtte is mondtam, hogy Raghunath Das Goswaminak szamádiról, most megint egy szamádi. Hát eredetileg mindenki volt ott, főleg Raghunath Bhatta Goswami, és Raghunath Das Goswaminak ott volt a szamádia, ahol ténylegesen testek voltak elhelyezve, de mikor jöttek a muzulmánok, akkor a bakták megijedték, hogy a muzulmánok majd sérteni fognak a szamádikat, ezért gyorsan kiszedték szamádiból a testüket, és kremáltak. És a hamut két helyre rakták. Azért a Raghunath Das Goswaminak már a Radakund partján két szamádija van. Ott is van, meg ott is van. Krishna Das Kaviraj Goswaminak az eredeti szamádija ott van, mert ő később jött. És van egy Banki Bihari templom. Ja, ami érdekes, a Raghunath Bhatta Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami és Raghunath Das Goswami, hogy ők mindenki egy napon távoztak el. Csak különböző években. Érdekes. Akkor van Banki Bihari templom, amelyik az eredeti Vrindavanban van, de ugyanakkor Radakundnál van, és ami különlegessége, hogy Swami Haridas, aki csodálatosan tudta, úgy mondják, hogy a Swami Haridas, mikor énekelt, akkor olvadtak a kövek Vrindavanban. Ő úgy énekelt.
akkor ott van ez a templom. És végül, ami nagyon érdekes, és itt egy pár szót kicsit többet mesélek, ami mindenki már hallotta, de mindig jó meditálni, a Raghunath Das Goswaminak a Bhajan Kutiréről. Ahol ő végezte 49 éven keresztül a saját meditációt. És ő mikor japázott, akkor Manasa Pavana Ghatnál ott van az ő helye, az ő Bhajan Kutiréja, ott japázott, meditált, és a templomában van egy jó mostani templomában kép, ahol egy képen több keftelés le van rajzolva egyidőleg, transzcendentális. Az egyik, amikor Raghunath Das Goswami japázott, és el volt teljesen merőve szent név éneklésébe, közben oda jött ki Radhakund partjára Sanatan Goswami, ami pont szembe túloldalról volt. És látta, hogy ott van Raghunath Das Goswami japázik. Aztán utána azt látja, a tigris mellette ott van a Radhakundnál, iszik a vízből. És nagyon megért, most mi lesz. Aztán látja, hogy Krishna ott védelmezi, vigyázza, hogy tigris ne bántson Raghunath Das Goswamit. Hát nagyon nem tetszett, mert általában a nagy bakták, mi nem vagyunk nagyok, nekünk mi néha kérjünk, hogy Krishna minket szolgáljon, küldjünk nekünk prasádamot, édességet, pizzát. Mi nálunk ez még belefér. De a tiszta bakta, én nem bírja megengedni. Ők versenyeznek. Ők minden úgy szerveznek, hogy Krishnának esélyesen legyen szolgálni. De mivel Krishnának a szívét elraboltak a szeretetjével, akkor náparájaham, Krishna annyira adósnak érez, hogy ő résen van, hogy ahogy csak látja kis lehetőséget, rögtön ott van és szolgálja baktákat. És mikor ott jött a tigris, Krishna olyan boldog volt, na, itt a tigris, lehet szolgálni a drága baktámat. És jött és védte. Sanatan Goswaminak nem tetszett. Ez nekünk nem az a dolgunk, hogy minket szolgáljon, nekünk a dolgunk, hogy mi szolgáljunk. És elment, utána a meditáció után találkozott Raghunath Das Goswamival, és mondta neki, hogy légy szíves, ne csináld ilyen, szerintem kell egy Bhajan Kutir, építsünk neked, ahol védve leszel, és akkor Krishna nem fog téged szolgálni. Raghunath Das Goswami mondta, jó, persze, igazad van, egyetértek veled. De hogy szokták, bakták, mi is sokszor egyetértünk, de nem csinálunk semmit. És akkor Raghunath Das Goswami, ő is tovább japázott. Következő alkalommal újra szembe jött a kedves Sanatan Goswami. Nyár volt, nagyon nagy meleg volt, olyan, mint most nálunk kb. Annál melegebb egy kicsit azért. És tűző napon ott ült Raghunath Das Goswami, és teljes mértéken elmerült, és ízlelte a szent névnek az édességét. És nem volt tudatos, hogy a nap ezt porrá fog égni őt. Mikor ezt észrevette Sanatan Goswami, akkor gondolt, mi lesz a kedves Raghunatha? Aztán látja, hogy fölötte áll Srimati Radharani szárival naptól takarja, hogy ne kapjon napszúrást Raghunath Das Goswami, és ő ízzal, teljesen tiszta víz ömlik belőle az izzadság, és már ilyen nagy kis tó izzadságból alakult. Fú, hát ez már nagyon nehéz volt látni Sanatan Goswaminak, hogy már Srimati Radharani szolgál. És akkor odajött, és mondta Raghunath Das Goswami, most már biztos kell építsünk valamit. És ez volt az első kundzsa, ugye, Vrindávanban. Előtte nem voltak Bhajan Kutirok. Igen, előtt nem voltak. És akkor utána lették több Bhajan Kutirok. A másik alkalommal, amikor Raghunath Das Goswami szintén ott azon a helyen volt, mindjárt mondom, melyik hely volt, Manasa, Pavana, Ghat, köszönöm. Manasa Pavana Ghatnál. Az hol van itt? Nem tudom.
hogy megkeressünk. Házi feladat mindenkinek, megkeresni Manasa Pavanangátot holnapra. És akkor ő meditációba a mandzsári testbe meditált, hogy ő most Ráda Krisnával van, és ott nagy lakoma volt, és a sweet rice volt. Ki szereti sweet rice-ot? Mandzsárik is szeretik a sweet rice-ot lelki világban. És Raghunath Das Goswami, mikor ott a Ráda Krisna után evett sweet rice-ot, hát ez egy tökéletes szeretet, az nem más. És csak evett, és evett, és evett, és evett, és evett. Aztán másnap, ez a mandzsári testben történt, meditációban, másnap kellett neki tartani leckét, mert Raghunath Das Goswami minden este Chaitanya Mahaprabhuról mesélt 3 órán keresztül minimum leckéket. És jöttek a bridzsbácik Radakund partjára Manasa Pavana Ghathoz, hogy hallgassanak Raghunath Das Goswaminak a nektári megvalósításokat Úr Chaitanyával kapcsolatban. De hát látják, hogy ott fekszik, nem tud felállni, nem tud mozogni. És megijedték, mi történt vele. Kihívták a Kavirácsot, a ajurvéd orvost. És akkor a ajurvéd orvos, tudjuk, így megnézte 3 óra a pulzusot, és mondta, ennyi, Swamiji, hát túllakomázod sweet rice-szal. Hát teljesen elromlott az emisztése, elment az energiája. Bakták fogták a fejüket, mert tudták, hogy Raghunath Das Goswami alig eszik. Olyan, néha olyan vannak napok, amikor elfeleti enni. És így teljesen meglepő, hogy túlevéstől szenved. Az, aki tökéletesen kontrollálja érzékeket, Goswami. Hát ilyen meditációkban, hát ha valamikor mi is itt leszünk, jó lenne. Hogyha nem, akkor legalább meditáljunk ezekre a dolgokra, az is jó. Marad nekünk 0 percünk. Akkor Visvana Csakravartita kúr, ez az utolsó, akkor mondom. Ott van a Bhajan kutér. Miért fontos Visvana Csakravartita kúr? Sok-sok íráson kívül van egy ilyen írása, ami mi minden nap használjunk. Melyik írását minden nap említjünk? Gurvastakát. Igen. Minden. Ezért fontos az ő jelenléte itt, Radakundnál, mert ő Radakund partján írta ezt a megvalósítás, a gurvastakát. Ezért nagyon csodálatos. El lehet képzelni, hogy mi van a gurvastakában. Mit ki tud tárolni, feltárolni előttünk, hogyha mi elkezdjünk gyakorolni és meditálni gurvastakán. Jó. Hát én nem szeretnék elhúzni az időt. Utolsó, hogy ott van, hogy még akkor kettő, ez csak így említve, Bhajan kutír van Krishna Das Kaviraj Goswaminak. Ő ott megírta, Govinda Lilamritát. Na, erről még egy mondatot. Govinda Lilamrita annyira megvalósított írás Ráda Shyama Sundarról, amikor Bhakti Siddhanta Sarasvatit akkor elolvasta, akkor szerelmes lett a könyvébe. És akarta nyomtatni, hogy egész világ kapjon a legtökéletesebb tudományt Ráda Shyamról. És azért az autoritásának az engedélyt kérte, akkor sem volt olyan, hogy nyomtatom, mint akarom. És a Bhakti Siddhanta akkor volt az autoritás, és mondta neki, hogy szeretnék nyomtatni ebből a Govinda Lilamritából. Megengeded? Persze, nagyon fontos, nyomtass ki. Rendkívüli fontos, hogy nyomtass ki ezt a könyvet egy példányban. Magadnak. Neki szabad. Így nekünk nincs. Lehet, hogy jobb is. Jó? És akkor Bhajan kutír Gopal Bhatta Goswaminak. Mennyi szent hely van itt körülöttünk most?
És Bhaktivinoda kórháza is ott volt, mert ő is látogatott. És Bhaktisiddhanta Maharajnak is ott vannak mai napja, ott vannak a botja, ott vannak a papucsai, és minden ott van. Nagyon csodálatos, így tudjuk még most körbe, mikor sétáljunk, énekeljünk és táncoljunk, próbáljuk meg kivonni ezeket a nektár cseppeket a mai napból, meditálva, hogy itt minden lépésnél van szent hely, és próbáljuk legtöbb hasznát ebből kivonni, hogy tisztuljunk meg, adjanak az áldásokat, hogy valamikor mi is tudjunk megfelelően legalább értékelni ezt. Az már jó, hogyha értékeljük. Oké. Hát, remélem, nem fogunk tudni lejátszani. Nem baj? Nem. Máskor lejátszunk, úgyis. Ezzel fogunk kezdeni. Jövőre azzal kezdünk, hogy játszunk. Akkor nem is kell ide vizet. Oké, köszönöm szépen. Sri Sri Radha Shyama Sundara ki jaj. Sri Sri Radha Kund Shyama Kunda ki jaj. Srila Prabhupada ki jaj. Nitai Gaura Premanande. Hari bol. Gaura Bhaktavrinda ki jaj.